A fák gyönyörűek, az emberek számára elengedhetetlenek, mivel oxigént állítanak elő, de sok állatnak még élőhelyet is nyújtanak. Azonban mit szólnál, ha azt mondanám, hogy léteznek olyan fák, amikhez nem szabad közel menni, nemhogy még hozzáérni, annyira veszélyesek. Ezek itt a világ legveszélyesebb fái, és maradj itt a legvégig, mert az első helyen egy olyan növényről számolok be, ami egyenesen megölgyíti azt az embert, aki hozzáér. Namíbiai kefefa. Már ránézése is egy igencsak fura növényről van szó, ugyanis egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy szokványos fa, jóval inkább úgy, mint egy mérges gomba vagy egy kancsó. Namíbiában a legszárazabb körülmények között éldegél, így mivel túl sok vízhez nem juthat, kialakított egy sajátos megoldást. A földből nyer ki különböző kémiai anyagokat, amiket extrém káros és mérgező savas vízzé alakít, ezt pedig a lakosok sokszor csak arra használják fel, hogy a nyilvessző végét mártsák bele, így menjenek veszélyes állatokra vadászni. Nem szabad előkészületek nélkül fogyasztani a termését, és nagyon fontos, hogy ha a virágjához értél, akkor azonnal mos kezet, ugyanis ha a szemedbe nyúlsz a virágot érintő kezeddel, akkor akár örökre megvakulhatsz. Ricinus bokor. Talán hallhattatok már a ricinusról, többnyire a szépségiparban és a bőrápolásban, de azért nem kell rögtön megijedni. A ricinus bokor olyan babszerű termésekkel rendelkezik, ami koncentráltan rengeteg ricint tartalmaz, ami nagy mennyiségben már veszélyes. Olyan sok méreg van ebben a bokorban, hogy a Guinness világrekordot is ez a növény tartja a világ legmérgezőbb növénye címével. A magok, amik ránézésre aprók és barátságosak, annyi mérget tartalmazna, hogyha egy ember négyet megeszik belőlük, akkor szinte biztos, hogy meghal. Mindazonáltal, bár így fogyasztva vérzést, bélrendszeri gondokat, kiszáradást és hasmenést is okoz, feldolgozva és átalakítva tényleges hatékony bőrápolási termék lehet belőle, természetesen nem a koncentrált mérgező formájában. Angyal trombita. Tudjuk nagyon jól, hogy veszélyes növényről van szó, mivel rajta van a listán, de álljunk meg egy percre, és gyönyörködjünk is el bennük. Nevüket a nagy, furcsa formájú mesés virágairól kapta a fa, ami sok más veszélyes növénnyel ellentétben nem vadon élő. Ez azt jelenti, hogy csak odafigyeléssel, mesterségesen lehet őket művelni, ami talán szerencse is, mert amúgy extrém mérgező. A fa minden egyes része az emberek számára kerülendő, mert migrénes fejfájástól képzelgésekig, fáradtságon át halálig is terjed a mellékhatások sora. Éppen ezek miatt a hatások miatt egyébként vannak vallási szertartások, ahol nagyon kis mennyiségben fogyasztják a virágait, azért, hogy ezzel hallucinációt idézzenek elő. Teljes gyertyafa. Oké, elég érdekesen és izgalmasan hangzik ennek a fának a neve, de garantálom nektek, hogy sosem akarnátok találkozni vele élőben. A világ egyik legmérgezőbb fája, amire azt mondják, hogy inkább jobb rá sem nézni. Ázsiában honos, és a nevét arról a különleges tulajdonságáról kapta, hogyha bárhol megsérül a növény, karcolás keletkezik rajta vagy lehorzsolódik, akkor egy fehér, viaszos, tejszerű anyaggal vonja be magát, ami a mérgeket is tartalmaz. Ezek a kemikáliák az emberi bőrre nézve égetőérzést, dagadást és gyulladást egyaránt okoznak, sőt, ha szembe jut, akkor átmeneti vakságot is kelthet. Néhány országban egyébként felhívás van életben, hogy ne közelítsd meg és semmiképp ne próbáld megmászni a teljes gyertyafát, mivel aki ezzel megpróbálkozik, az nagyon megbánhatja. Hajóférgek. Inkább remélni az ember, hogy ezek trükkfelvételek, és valójában nem léteznek, de a valóság az, hogy sajnos igenis léteznek. Az uszadékfákba költöznek be ezek a férgek a vizeken, így lényegében bármilyen fa lehet ez, ami korábban kidőlt vagy beleesett a vízbe. A lényeg, hogy jól be tudják magukat fészkelni ezek az undorító lények. Így ha bármikor a vizek mélyén egy fára akadnál, akkor most már tudod, hogy nem érdemes vele szórakozni vagy fogdosni, mert azonnal rád bázhatnak ezek az undorító férgek.
Na, draguja, nagyon-nagyon fontos figyelmeztetés, hogy semmiképpen sem egyél meg olyan dolgokat a természetből, amik jól néznek ki, de nem tudod, hogy mik azok. Ez ebben az esetben is igaz lesz, mert itt például a cseresznyére hasonlító hibogató gyümölcs sok ember figyelmét keltheti fel, azonban a mérgező golyók keringési betegségeket, emésztési gondokat és akár mentális működési nehézségeket is okozhatnak. Emellett fejfájást, látási zavarokat, zavarodott elmeállapotot és hallucinációt is kelthet. Bár halálos esetekről nem hallani, de épp elég gond lehet az, hogy az agyi működésed roncsolja. Szerencsére egyébként, mint a legtöbb növény esetében, így itt is van ellenszer, szóval ha valami oknál fogva beleettél, akkor keresd fel az orvost. Közönséges tiszafa. A közönséges tiszafa, bár egy gyönyörű növény, amit Magyarországon is látni néhány helyen, mégis megvan a maga veszélye. Azt mondják, a lélek örök élete előtt tisztelegnek a fák, ezért bizonyos kultúrákban temetőkben ültetik őket. A fa akár több méter magasra is megnőhet, és a levelei egyáltalán nem alkalmasak fogyasztásra. Ismételten az emberi szervezet számára feldolgozhatatlan anyagok találhatók benne, ami bár szerencsére nem halálos, rosszul létet bizony okozhat. Ezek után pedig az ember kedve is elmegy attól, hogy megkóstolja a pirosas gyümölcsöket rajta. Gimpi gimpi. A növénykutatók először arra lettek figyelmesek ezzel a nagyon furcsa nevű fával kapcsolatban, hogy a szúrós fa levelek megállás nélkül szurkálják őket, annak ellenére, hogy teljes biztonsági, védelmi felszerelés van rajtuk. Habár először csak egy influenza-szerű tünete lett ennek a nőnek, elkezdett fájni a torka, köhögött, folyt az orra és könnyezett a szeme, végül kórházba kellett szállítani. Ekkor elmondta, hogy olyan érzést tapasztalt, mintha savval öntötték volna le, és egyszerre elektromos áramütést kapott volna. A gimpi gimpi egyébként egészen gyakori növényfaj Ausztrália esőerdővel borított észak-keleti részein. A szúrófa neurotoxikus fehérjéket használ, szúrása így jóval tartósabb fájdalmat okoz, amik legendák szerint olyan elviselhetetlen kínokat keltenek, hogy az embernek azonnal öngyilkos gondolatai támadnak. Úgyhogy srácok, ez lett volna a mai videó, mindenféleképpen csapjanak egy hatalmasra lájkot akkor, hogyha szeretnétek az ehhez hasonló, érdekes, különleges, veszélyes videókat, mert én igazából nagyon szoktam szeretni ezeket a részeket, és anélkül, hogy nagyon spoilereznék, be van már tervezve 3 darab másik videó is, ahol a világ legveszélyesebb valamiét nézzük meg. Úgyhogy remélem, hogy szeretitek ezeket, mert hogyha igen, akkor azokat is el fogom majd hozni nektek. Emellett pedig mindenféleképpen csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amiben nem sokára már érkezik is a következő, úgyhogy gyertek vissza holnap is, addig is még, sziasztok!